Igazából akkor mondja, hogy hasonló. A gyerekek induljunk. Hova? Megyünk kirándulni. Hova Szenderikkel? Hát most hova jutsz? Minek fekszel le? Majd fekszik mama, gyerünk, megyünk kirándulni. Jó, megy a hasonbanat kellene. Gyerünk ma. De hol kirándulsz? Hát megyünk kirándulni, azt mondta az orvos, hogy egy friss levegőn kell a gerincnek. Gerincnek? Igen, na gyerünk. Hát most megmondom az őszintét, én a kirándulásokat a hátam közepére, mint egy púpot, annyira nem kívánom, mint a győző púpja. Megyünk ketten romantikázni. Elvisz téged Quasimodo. Quasimodónak hogy hittak a feleség? Nem tudom, az a várja ma. Hogy hittak a feleség? Esmeralda? Na akkor Esmeralda, gyere menjünk, púpos, elvisz téged nyaralni. Na tudom, hogy gyerek sem van, jobb ha így menjünk. Na gyere, púpossal elmegyünk nyaralni, pártányom ki a szemem, mikor nem százalékolták le. Most már a hatodik éve gerincbeteg vagyok, és hát kiújult tegnap előtt. De amikor én beteg vagyok, én akkor is meg akarom mutatni, hogy romantikus tudok lenni, és akármilyen beteg vagyok, akkor is én erős vagyok, és határozott, de egyre jobban fáj. Egy lóta merevítő a decsi, add ramcsáért. Várjál ma. Hát, ha jó hát ez kicsi rajta. De hogy lesz kicsi, add idejét. Ez kifejezetten Evelynnek szó. Nem, add ide, hát ha jobb lesz. Mennyit kilóttuk? Mi a szár? Már lőne ma, amúgy csak rossz emlékei fő. Ne, itt emeld be a kezed, te. Hová megyem? Ide, meg ide. Ijaj, dicsak, kibírok egyenesedni. Az nagyon jó. Ijaj, dicsak, egyenes vagyok. Hát de remélem. Csináltathatnom neked, elég. Nem össze, jó van ez. Ijaj, Evelyn! Evelyn, de nem kapok levegőt. Hát ez jó össze. Ez így a kocsiban fogok beülni. Ezzel érdekesen. Jó, lesz. Ma te hozod magad? Így megyek kirándulni, hát már jó, ugye, kigyírok. Két éve Evelyn garambolozott, és készítették neki ezt a derékszorítót, és hát ez valami eszméletlen. Hát ez nagyon jó. Mondom, a nyugdíjas otthonok jó járnak velem pelenkával. Mindig, mi mondja, a Gáspárról pelenkázni jöjjön, mert a családom nem segít. Ez mert majd férhő megy magának, anya, de lesz az új pasiának, éli a világa. Éli a világa, te lesz, mint a nenikéje. Édesnom, ézesnom. Az is jó, meg hát az úr egyből ment, férhe ment. Édesnom, ézes. Maradjam ma csömbben. Hát nem igazat mondom. Tárja, tegyed már a lábadat, dugjad! Annyit beszélsz! Hova dugjam? Sokan mennek ezek el. Utól nyomukba leszek végig. Nézd meg. Kabalt van a testvérem, mintha üzé lenne. Karmester. Na nézd meg. Elkapom most a grabancukot. Hova? Mert ezek mindig úton vannak. Ezek megpihennének szépen, nyugodtan, lassan. Én szerintem ez már a hatodik vagy a hetedik alkalom lesz, hogy borsot török az orruk alá, és követem őket. Mert nem bírom megemészteni, és nem bírom elfelejteni. Este is, mikor lefekszek, mindig eszembe, hogy kidobtak engem az autóból, ott voltam kint a hidegben, még a bőröndel. Jaj. Jó lesz, hidd el, olyan jó kis izé lesz, kis nosztalgiázás. Na nem indultok, hogy mi van most? Lassan megyünk utána végig. Hova mehetnek ezek? Ezek mindig. Jönne vagy részre. Mert beszélgetünk sokat be. Most mit csinálunk? Hát majd, hogyha sétálunk. Tök jó lesz. Nagyon rég voltunk ma ketten együtt. De nem örülsz neki, hogy eljöttünk ketten, igaz? Mi nekem az esőben? Röhögsz magadban. Hát az esőben minek? Sétálgatunk, fogom a kezedet. Hogy én még betegen is még romantikázok veled. Hogy a utolsó napjaimot veled töltöm el. Jobb, ha bele is otthon maradt volna, a gyerekekkel tanult volna, meg sütött volna kalahacsot. Mindig a bátyám nyomába kell lenni, ez mindig utazik. Édes élet! Na tök szép, most őszintén, voltunk már esőbe. Emlékszel, mikor az a William Shakespeare énekelt, hogy nyének az esőben. I say when do be. Mi? I didn't Shakespeare a Romeo és Juliát írta, az nem énekel. Nem, énekel esőbe írta. Az hogy írta volna ma az, hogy ének az esőbe? Én
még sose csókolóztam veled esőbe. Biztos nem is fog. Ja, rohadjak meg, no. Ja, ma a fa a derek. A fa a derek. Ja, ma olyan hideg van. Hát de mit van hideg? Ma be oda ígyunk hát egy kapit. Hát akkor majd beülünk. A beszéges, ha nézd azt a tavat, tőtődj fel. Tőtődj fel, anyus. Azt mondta nekem a orvos, milyen hogy a jön? Levegőt kell beszélni. Meg fogok gyógyulni. Gondolj arra, hogy beteg a urados meg fog gyógyulni. Szeretek romantikus lenni, mert akkor ki tudok nyílni be előtt, de én úgy érzem, hogy a mai napban nem, hogy kinyíltam. Szerintem így az eső leboronalta. Annyira szép volt, annyira romantikus volt. Olyan volt, mint egy francia film. Nézd meg, milyen Győző, szép. Nagyon fázok, gyerünk ma. Hát, dehogy megyünk. Nézd meg, a két vadkacsa úszik ott. Azok olyanok, mint mi úsznak a boldogságba, a két vadkacsa. Jó, ha már csak mi sinatol, mint a csepi anyu. Nem vagyok romantikus, nem érdekel a romantika. A valós fizikai dolgokat szeretem, a romantika egy fikció, egy kitalált dolog, nem létező dolog. Nem szeretem a nem létező dolgokat. Mindent azt szeretek, amit készen tudok megfogni. A romantika az olyan, hogy... De most itt nem látlak, lent van az ennyi, emeld még! Ha minden van, gyerünk ma! Na jaj, akkor itt nem akarok, én szépen akarok veled, hogy... Győző, gyerünk ma, mert szét vagyok! Hát ez nem gyorsan kell randevúzni, de nem gyorsan szoknak! Jó van, ma láttalak téged a kocsiba is, ez ma nem randi! De szépen ma! Hogy nem fázol, húzd ma fel! Én nem fázol! Rád nézek, azt majd meg fagyok! Rád nézek, azt majd... Figyelj, Bea, el szeretném neked mondani. Kapcsold ma be ezt is magad, az én faj a derekat. De itt nem látlak, ebben csernyővel emeld ma még én! Megyek haza, még március 15-én itt, no szép hely ez. No, figyelj, annyit szeretnék neked elmondani, Bea, hogy fogd meg a kezemet, ez beszél az eső. Betegen is a szívemet odaadom neked. Örülök neki, köszönöm, de ma nekem ennyi bőven elég, hogy megvolt a szándék, kész, gyerünk. Győző, könyörgöm! Ne könyörögj, mert addig nem megyek haza, míg halat nem fogok neked. Innen mentő vihet. Hát akkor engem, akkor innen soha nem megyünk haza. A mentő vihet engem. Akkor március 15, megvárjuk, még kinyit a büfé. Akkor megvárjuk, még kinyit a büfé. Fogok neked egy gyönyörű kis halat. Egy csodaszép halat fogok neked. És a halat úgy fogják hinni, hogy reuma. Tudtam! Reuma, mert reumatikus betegségem van, és a halnak a neve reuma. Nem normális a testvérem, nem normális a legnagyobb esőben mennek horgászni, meg bejárt sétáltatni. Ha ma nem tudom elképzelni, hogy hova követtem, mikor megláttam a tavat, meg ezt a botot a kezibe, mi soha nem voltunk halat fogni. Soha se tudjuk, hogy hogy kell horgászni. Nem normális. Hogy a véremén kell halat fogni, hát én még életemben nem fogtam halat. No. Akkor itt olyan reggelig jön. Ha? A derekam beszakadt, ha jön. Jaj. Beáld itt a kukoricát, hadd, hogy jönnek a kukoricát. Jönnek a csohanók itt is. Nézd, majd jön az esernyő felém, aha. Csamac, ha jön. Aha. Aha. De ezt nem így kell, add ma. De várjam, ma fog meg így, bele kell önteni a kukoricát, így jön. Mibe? Így jön. Hova? Mindjárt jönnek rá. Így kell beletenni a kukor? Ezt kitanította veled? Ezt így mutattak nekem Kulaló Gézai. Ezt nem így kell forgatni, így ez kellett. 100%, hogy nem így kell. De így kell, én láttam a Horgasz című műsorban, hogy így kell. Melyikben? A nagy ho-ho-ho? A nagy ho-ho-ho Horgasz. De csak énekeljünk, hogy... Tárán, tárán, tárárárárán. Ilyen hidegben. Nem baj az. A halak se hülyék, tévét néznek azok is. Jaj, rendes hideg van. Győző, mire jó az, hogy itt állunk a hidegbe, te könyörgöm, hogy gyerünk haza. Könyörgöm, Győző. Itt nincs egy szál, ha se. Ahhoz, hogy te itt valamit fogja, a csónakba kéne ülni be a közepére. De Bea, látod? A gerinc betegségem mellé eljöttem neked halat fogni. Ne fogjam. Jó van, Marcs, hogy ne nyögjél ma. Nyögsz, nekem kéne nyögni. Reggeltű nem aludtam, egész éjszaka fájt a derékkal. Mi van? Itt a fika az orrod. Hú. De szemtelen piszok nő vagy. Hú. Hol az esernyő, Győző? Hát én nem nyeltem le. Hát ide volt felakasztva. Ki velem? Ott hagytad, akkor biztos a izzét. Ha jöttünk, jel, emlékszel, idefelé jöttünk, fogtam az esernyőt. Tényleg. Ha volt itt valaki? Azt, ami... Győző, nem a... Könyörgök, én félek, Győző, gyerünk innen. A tiszta félelme, én, ketten vagyunk itt csak. Azt eltűnt az esernyő, te. Úristen, nézd, ma vízszínben van a bokor, itt valami nem stimmel. Annyira volt riasztó, mint amikor így otthon az ágyban így nézzük a Hitchcock filmet, hogy most mi lesz,
Júj, júj, na, akkor ma így voltam én, ott a helyszínen, úristen, mintha én vagyok a film főszereplője, hogy most valami fog történni. Onnan most valaki úgy kiugrik, lehet, hogy még ruha se lesz rajta, ilyen ijesztegetős, hogy én nem tudom, hogy mit, nem tudtam mire vélni. Atya vira. Jó, én félek, gyere, óvatosan. Na most legyünk romantikusak-e? Átok lehet rajtam, én érzem, hogy ez átok. Hogy nem-e valaki leátkozott. És én hallottam a hangokat a bukorból, hallottam, hogy mozog a bukor. Én megijedtem. Tűzde, ott van valaki. Hí! Halló, ki vagy? Úristen. Győző, ott van valaki. Ott egy ember van, az biztos, hogy egy ember, Győző. Odeklamálj! A rohadtot, szakasztott májmot! Hát mivel ott nem te visszakorod? Te végig le! Hát hova mi? Te tiszta dilino! És nem szégyeli magad! Nézd meg, és nem szégyeli magad! Így követ minket! Nem lehet külön spérája az embernek, és én úgy érzem, hogy mi szeretnénk a külön spérát megkapni. Nekünk is van intimitásunk, hogy külön elmegyünk az asszonnyal ketten lamúrozni, és akkor megjelenik a testvérem, ő tényleg olyan, mint egy nagy szellem, mint egy nagy bagoly, egy huhogós, 110 kilós dzsungaló bagoly. Minek jöttél utánunk még ide is? Hát követtél minket, te vadbarom! Mit kiabasz? Te vadbarom! Mit kiabasz? Nem kiabasz, gyerünk! Mit kiabasz? Nem ordítunk, nem otthon vagyunk! Nem, mit kiabasz? Beakasz oda! Lakta oda engemet! Mit kiabasz te? Hát a gerincem, te szanasz éppen eljövök az asszony a romantikazdos keresztül! Kitette a kocsimó engem akkor abba? Visszakapott százszorosat? Gyere be! Miből ott van te? Gyere! Úgy mész mindenki, le van rokkantva! Igazán meg lehet téged tréfálni te? Miből ott van? Hol hal? Na szép vagy hozott rancsolt! Hát mi az a fész te? Ne féljél te! Jobbra megütöd! Ne! Visszakaptad, de! Mi várja, mi lesz? Mi a bátor? Mi várja? Atya úristen! Megütött! Menjél már magadnak, te idióta! Ne üssél meg, mert bevelek oda vízbe! Rámegyek a szöges lóta! De tudod, ki dob feszeges lóta! 20 centi dob feszeget, mind a döglött halat! Döglött halat! Mind a döglött halat, te! Minket. Hát annyira szerelmes vagy velünk, hogy üdv mindenhova követsz minket! Én olyan akarok lenni, mint te! Százszor megszület, ti se tud olyan lenni, te idióta, te! Mi nem? Minek képzeled te magadot? Te minek képzeled magadot, hogy követsz minket, te az olyan gyerek? Menj a kölyvel az ütlek le, te emlékszed el, hogy kölyvel ütlek le! Te! Minden kölyvel! Követ kapsz, te! Tizeti a kocsiba, majd a fattam! De is lehet, hogy én belagablalak oda! Bevált egy így belehúznak! Belehúznak, gyere! Hát erre kapcsolj, te majom! Behúzlak! De szóljál neki! Szóljál neki, mert szétverem! Beát is bedobom, Istenemre mondom! Én akkor kezdtem idegesnek lenni, mikor Bea is ordított velem. Mi ordítanak én velem, mikor ők okoztak nekem problémát? Mikor elkezdtek engem kergetni? És ketten nem bírtak engem elkapni? Ma ne haragudjon a világ! Te szerencsétlen jössz utánunk! Mi ketten nem lehetünk romantikát, jössz utat kezdem, mit akartál érni te? De mit akartál érni, te tiszta dilino? Á, úgy ne üssed a csapkádot, ha? Á, te jobb lesz, te idióta, te! Nem fájna a derekem, már rég a vízbe landolna! Kifognálak! Ha fogtunk egy cápát, fiam! Ha fogtunk! Ott van a testvéred a... De ilyet van, gyerekek! Fogtunk egy cápát! Hát de ilyet!